Na hát, sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit az én Sönt Animals Hungry csatornán. Én Zsombi vagyok, és ebben a videóban, ahogy megszavaztátok, most arról a magyar abeliszauridáról lesz szó. Hát, most nem szeretnék köntörfalazni, az állatról szinte alig tudunk valamit, úgyhogy megpróbálom azért átadni azt a kevés információt ebben a videóban, amit lehet róla tudni, valamint az európai abeliszauridákról is lesz szó. Szóval nem feltétlen csak erről, mivel akkor hát elmondhatnám körülbelül 4 mondatban. Jó, kicsivel többen amennyit tudunk róla, vagy amennyi információt találtam az állatról. Azért remélem tetszeni fog nektek ez a videó, nem is húznám tovább az időt, kezdjük is el. A magyar Abelisauri, de hogy neve is elárulja, Keratosauria terapoda dinoszauruszok Abelisauridae családjába tartozó, még le nem ért valószínűleg egy külön álló kihalt faj. Az állat a késő kréta időszakban körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt Magyarországon, a Bakony területéről kerültek elő maradványai. A faj egyike volt annak a néhány abeliszauridának, melyek meghódították Európát a kréta időszakban. Az állatot a 2000-es évek eleje felé fedezték fel a magyar dinoszaurusz kutató expedíció paleontológusai. Mindössze néhány végtagcsont alapján ismerjük. A maradványok között szerepel egy combcsont, valamint egyéb töredékes lábfosszíliák. Bár nem olyan régen fedezték fel, de a kutatók azóta sem nevezték el az állatot, mivel a töredezett lejtanyag ezt nem teszi lehetővé, és így több fosszilis maradvány hiányában nagyon légből kapott lenne, ezt egyelőre egy új fajként vagy nemzetségként leírni, viszont ez a valószínű, mivel nem ismert más Abelisaurida 85 millió évvel ezelőttről Európából. Ezek a leletek azonban különösen fontosak az ősföldrajzi kapcsolatok tisztázatában, ugyanis megerősítik azt a már régóta ismert, de alig bizonyított tényt, hogy több a déli kontinenseken kialakult dinoszaurusz csoport, így az Abelisaurida ragadozó dinoszauruszok is meghódították Európa szigetvilágát. Bár maradványainak darabszáma és változatossága is csekély, elegendő volt ahhoz, hogy legalább be lehessen azonosítani, hogy milyenféle dinoszaurusszal van dolguk a kutatóknak. A megtalált töredékek alapján az állatot az Abelisauridae családba sorolták. Az Abelisauridákról annyit érdemes tudni, hogy legegyedibb jellemzőjük más ragadozó dinoszauruszokhoz képest, a viszonylag rövid és kissé összenyomott koponyájuk, valamint hogy testüket bizonyítottan oszteodermák fették. Ezek az állatok szinte csak a déli féltekén fordultak elő, főleg Dél-Amerikában és Afrikában, de India egykori még nagy szigetén is, mely a kréta korban még nem volt Ázsia része. A közelmúltban viszont kiderült, hogy az Abelisauridák valahogyan, de eljutottak Európa egykori szigetvilágába is. Pontosan nem tudjuk, hogy ezek az állatok mikor élték el Európa egykori világát, a legidősebb fosszilis bizonyítékok a körülbelül 112-től 100 millió éves franciaországi Genusaurustól származnak, a legfiatalabbak pedig a 76-tól 70 millió évvel ezelőtt élt szintén francia Arcovenatortól. A mi kis magyar Abelisauridánk ezekhez képest a 85 millió évével köztes állapotot képvisel. Időbeli elterjedése és hasonlósága terén azonban a Tarascosaurus nevű körülbelül 80-tól 70 millió éves franciaországi Abelisauridával mutatja a legnagyobb hasonlóságot, mind méret, mind időbeli elterjedés terén is. Ennek a bizonyos magyar Abelisauridának a pontos megnevezésétől azért is tartózkodtam, mivel igaz, hogy van egy olyan feltételezett magyar Abelisaurid, mely a rettentően kreatív Tarascosaurus névre hallgat, de ez csak egyetlen egy forrás állítja, és mivel ez a faj még a magyar dinoszaurusz kutató expedíció hivatalos oldalán sem szerepel, így eléggé légből kapottnak lehet tekinteni ennek a másik magyar Abelisauridának a létezését, bár meg lehet, hogy annak a bizonyos oldalnak az írói pont hogy erre a még meg nem nevezett magyar Abelisauridára gondoltak, de hogyha lényegében senki sem hivatkozik így erre az állatra, szerintem ezért is felesleges így említeni. Maradjunk egyelőre a magyar Abelisauridánál, úgyis majd valamikor biztosan el fogják nevezni, hogyha esetleg több leletanyag előkerül belőle. Az állat becsült csípő magassága 1,5 méter, hossza pedig körülbelül 1-2, maximum 3 méter lehetett. Ezzel a mérettel a 85 millió évvel ezelőtti iharkúti fauna egyik legnagyobb ragadozó dinoszaurusza lehetett, bár a szintén még el nem nevezett tetanurei dinoszaurusz feltételezett 4-5 méteres hosszával jócskán nagyobbnak mondható.
Mivel az itteni fosszilis fajokhoz képest közepes méretű volt, ezért valószínűleg a nagyobb méretű páncélozott Hungarosaurusra nem vadászott, ehelyett a kisméretű Moklodon vorrosi és az Aikaceratops kozmai dinoszauruszok jelentették fő táplálékát. Bár, ahogy korábban is mondtam, a felfedezése óta nem tudtuk meg sok mindent róla, de ez az állat is tovább erősíti az abelisauridák európai evolúciójával kapcsolatos ismereteinket, hogy a csoport milyen időszakban és hol volt elterjedve Európában. Ugye azt pontosan nem lehet tudni biztosan, hogy mikor érték el a vidéket és mely szigeteken voltak elterjedve, de 85 millió éve az egykori Bakony területén viszont biztosan jelen voltak. Nos hát srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy sikerült megtudnatok többet az európai és ezzel a magyar abelisauridával, hát a magyar ősvilággal és magával a paleontológiával kapcsolatban is. Hát azért remélem érdekesnek lehetett mondani ezt a videót, ahhoz képest, hogy még egy le nem írt fajról beszélünk, ami néhány csontból ismert. Szóval azért én bizakodó vagyok a jövőbeli kutatásokkal, és szorítok a magyar paleontológusoknak, hogy minél több és jobb minőségi fosszíliát találjanak. Nyilván ezt most így lehet mondani, hogy miért nem tudnak már találni, miért nem írják le, miért nem nevezik el, de hát ez rengeteg munka, már csak az is, hogy így kiássák vagy preparálják a leleteket. Szóval lényegében ez a paleontológia egy rettentően nehéz munka, örülünk igazából annak, hogy ennyi mindent már felfedeztek és leírtak. És a jövő mit tartogat? Hát reméljük jó sok mindent még a magyar és egyéb paleontológiai dolgokkal kapcsolatban. Hát viszont ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, valamint nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Találkozunk a következő hasonló vagy más jellegű őslényes videóban, addig is csösztök!